Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, innen Veszprémből, Városi Stadionból, annan élő közvetítést adunk a VSC Veszprém Bicskei TC NB3-as bajnoki labdarúgó mérkőzésről. A két csapat egymással tizedik alkalommal találkozik már az utóbbi években, 2019 óta. Jönnek a csapatok, pirosban a Veszprémi gárda, tiszta fehérben a Bicskei csapat szerepe. A Bicskeiek összeállítása Illés Bence kapuban, további játékosok Márkus Dominik, Szál Péter, Király Patrik, Sóron Tibor, ő a csapatunk kapitánya, Tifán Péter Bence, Beliszki Gergő, Varga Bence, Kispál Tamás Ákos, Hírman Kristóf és Dulló Martin kezdő 11-en lépünk a pályára. Cserepadon foglalt helyet Radnóti Botond László, Rigó Máté, Lakatos Gergő, Szonták Levente, Siltkót Krisztián és Vic Kemény stábtagok, Csordás Csaba, vezetőedző, asszisztens edző Király Dávid, masszőr Benkő Zsolt, technikai vezető Komjáti Péter, kapusedző Józsa Miklós, Bor B. Erik pedig erőnlét edző. Jobbról tiszta fehérben a Bicskeik üdvözölték a közönséget. Mintegy 150-200-an vagyunk itt a Veszprémi stadionban, balról pedig a hazaiak üdvözlik a közönséget. A mérkőzés játék vezetője Bana Gergely, egyes asszisztense Kulman Tamás, kettes asszisztens Király Zsolt, játékvezető ellenőr dr. Egedi Tamás, szövetségi ellenőr Csongrádi Ferenc. A hazaiak összeállítása Kemenes Botond a kapuban, további játékosok Görgényi Dávid, Dobsa Gergő, Magyar Zsolt, Kószás Krisztián, Molnár Balázs, Volter Patrik, Tömösvári Bálint, Somogyi Rihád, ő a csapatkapitánya hazaiaknak, Bardolf Konrád és Kis Marcell kezdő 11-en lépnek a pályára. Cserepadon foglalt helyet, illetve foglalnak helyet Kovács Martin, Csomai Gergő, Zsámpár Olivér, Puska Péter, Major Norbert, Szőcs Árvin, Szabó Kornél, Csepregi Barnamás és Bakos Zsombor stábtagok, Imrik László vezetőedző, asszisztensedző Moll Dávid, masszőr pedig Zsigmond Ákos, technikai vezető Varga Tamás, technikai vezető Cvetko József, Krisztián, elnézést, kapusedző pedig Varga Tamás. Sok hiányzója van biztos mindkét csapatnak, de mindig a legjobb összeállításban kell, hogy szerepeljen mindkét csapat. Tehát, mint már mondottam, 10-szer találkozunk 2019 óta, és bizony a mérleg egyelőre a hazaiaknak kedvező, hiszen 9 lejátszott mérkőzés után 3 győzelmünk van, 1 döntetlen és 5 vereség, és bizony 6-13-os a gólkülönbségünk. Hát ez 10 pont, ez annyit jelent, hogy 37%-os teljesítményünk van a Veszprémiekkel szemben. És akkor majd későbbekben, ha lesz időm, elmondom, hogy 19 óta milyen eredményt értünk el az akkor még praktikál VSC néven szereplő Veszprém ellen. Tavaly óta már VSC 2015 Veszprém a csapat neve. Komoly átalakulások voltak, hiszen a futópályát javították, illetve újították föl, és ezért több mint egy évig nem használták a labdarúgók a focipályát. Na és akkor a Bicskeiek is hangolnak, mint egy 50-en vannak jelen a Bicskei Tigrisek itt a mérkőzés helyszínén. A fordulós láger mérkőzése, hiszen a második helyen álló Veszprém játszik csapatunkkal szemben, akik jelenleg az elsőjén állnak. Pirosban a Veszprémiek kezdték a játékot, plusz 8 ponttal vezetjük a táblázatot, és bizony jó meccs várható, tehát jó mérkőzésnek nézünk elébe. Jön a beadás jobbról, és ott egy szerelés játékosunk részéről, ez egy jön a szögnet jobbról, ott egy fejes, fölfejék, de jön Illés Bence, és kapusunk, igaz, támadta őt a hazaiak játékosa. Nézzük, mi lesz a támadásunk. Belicki, jó a csele, és már ott a gólhelyzet, és kifut a kapus, Kemenes, és védi. Hát bizony egy lövő csele, tisztára játszotta magát Belicki. Soron Tibor vezető a védelemre, jó labdája Királynak, Király már lőhetsz is, így van, egy jó lövés. Királynak a lövése mellé szállt, és Marcell indítja játékostársát, Baldolfot, őt pedig szereli Márkus. Sarokugás következik a hazai csapat javára. Csavarodik balabda, Szál kifejelte, Márkus előtt szabad az út, jó csavarja, egy kicsit mély ez a beadás. Na kérem, azért most már akciózunk, egyre többet, a 28. perc végén járunk. És volt egy biztató támadásunk újból. Ott egy ütközelt Somogyi, az visszakerült a labda, ő indítaná a játékostársát. Húha! Ez nagy lövés volt, csak jócskán elkerülte kapunkat. Tifán jó csellel megy tovább. Egy jó beadás, ott a hosszú, és ott a gólhelyzet!
Hú, de nagy helyzet volt Márkus Dominik előtt. A fiatal játékosul mekkorát hagyott ki, mekkora helyzetet. Ez egy jó év volt, mert mindkétszer le tudtuk győzni a Veszprém csapatát. Hát igen, jön a beadás, de szerencsére nem volt érkező. A 42. percben járunk az első játékrészben. Soron éveli be a labdát, és ott visszafejlik a védő, Királyhoz kerül, Király vissza Soronnak, Soron lövésébe pedig belétek. És így jöhet a sarokrúgás. Nézzük, Soron szöglete, jól csavarodik, és hát bizony én ezt már bent láttam, de sajnos ez a fejes mellé ment. Hírman Kristóf volt az, aki közelről kapura fejelte labdát, de fejese centikkel, de mellé ment. És ebben a pillanatban vége az első játékrésznek. Hát igen, nem volt oka hosszabbítani, van a Gergely játékvezetőnek. Így gól nélkül vonulhatunk pihenőre itt az első 45 perc után. Csak jósad meg a mérkőzés végeredményét. Most már örülnék az X-nek 5 hiányzóval, úgyhogy pedig azt mondtam, hogy győzelmi jövünk. Itt volt 3 helyzetünk. De szerintem az X benne van, a legrosszabb esetben. Tehát ahogy mondtad a múltkor, a legrosszabb X lehet, és ez úgy néz ki, hogy áll. Teljes csapattal itt tud nyerni. És a kis Márkusnak mekkora helyzete volt itt, ugye? Belickinek is. Meg a szöglet után. Ott még csinált egy cset Belicki, de minek még ott a jobb helyzetén jobbat akart? Kintről jobban látjuk. Igen, ez igaz. Tudjuk magunkról. Tehát akkor a végeredmény? 2-2. Hogy tetszik a mérkőzés? Én azt gondolom, hogy egy jó színvonalú mérkőzést játszunk egyelőre. Helyzet itt, helyzet ott. Megvan a Veszprémnek is a lehetősége, mert szerintem az első félidőnek a második felébe átvettük mi az irányítást, sokkal jobban dominálunk. Benne volt itt a gól is a végén, én nagyon bízok benne, hogy azért 3 pontot tudunk hozzafele venni. Kocsolom már nem sok helye van, de azért 3 pontnak még van helye. De hogy itt éled meg? Belickiánk volt egy nagy helyzet, amikor még tolt egyet a labdán, az is helyzet, igen. Meg itt Márkusnak ajtóba kipa volt. Márkusnak volt, igen, mondjuk itt volt egy kis közjáték, mert az Attila rosszul lett, a Tóth Attila kocka. Igen. És őt neki kellett segíteni. Igen. Az is nagy helyzet volt, a szabadrugásunk is ott volt. Uh-huh. Azt gondolom, hogy egy hangyányival jobbak vagyunk. Akkor egy végső tipp. Egy-egy. Szerintem csak annyit mondanék így eredmény tekintetében, hogy 2-re nyerünk. Jó, hogy legyen. Hogy tetszik a mérkőzés, Csaba? Úgy gondolom, hogy kiegyenlített a játék. Veszprémnek is, Bücskének is gyűrik egymást a srácok. Én azt gondolom, hogy a második fél időben, hogyha kicsit jobban ezt pontosítunk, akkor a győzelem is meg lehet. De én azt mondom, hogy ha egy pontot elviszünk innen a Veszprémtől, nekünk az is tökéletes. Péter, hogy tetszik az első játékrész? Nekem nagyon jó. Jónak tűnt az első játékrész. Gyakorlatilag gólhelyzetünk csak nekünk volt. Így van. Még hozzá nem kicsi gólhelyzeteink voltak. Én úgy gondolom, hogy abszolút pariba vagyunk a Veszprémmel. Igen. És a második fél időben szerintem be fogjuk rúgni azt a szükséges egy gólt mindenképpen. Szerinted a Márkusnak a helyzete talán a fiatalságára, meg a rutintalanságára lehet fogni? Mert ordító nagy helyzet volt ez. Hát ez is benne volt, a bokamozdulat. Egyébként ordító gólhelyzet volt, de reméljük, hogy lesz még a másik félidőben is gólhelyzet. Az élő közvetítés hogy tetszik, Péter? Hát én nem látom, csak visszajelzést nem kaptam még. De kaptam, jól működik, azt igen. Mondják a nézők. És hang és a képminőség jó? Hang és a képminőség jó, és bízunk benne, hogy jó. Ebből tudunk egy hagyományt csinálni az idegenbeli meccseken. Jó, Peti, egy végső tipp. Mint említettem, az előbb azt az egy gólt be fogjuk jó. Valahogy gyötörni. Úgy legyen, 1-0 ide. Az első félidő, hogy tetszik? Le a kalappal a Bücskei egyenlőt. Igen. A kispadon ülnek, ültek eddig, most itt a bizonyítási lehetőség. Aha. Hát a Király Patintól várnék valami kiugrót, teljesítményére, ő egyik legrutinosabb játékosunk. Aha. Eddig ugye padon volt, jó lenne, ha egy kicsit megmozgatná ott a fiatalokat, de a fiatal szerzeményeinkkel maximálisan meg vagyok elégedve, nagyon jól játszanak. Uh-huh. Én győzelmet tippeltem, de nem gondoltam arra, hogy abszolút tartalékosan vagyunk most tulajdonképpen. Ha itt egy X-et lehúzunk, akkor nagyon boldogok lehetünk, de ez a Veszprém nem egy erős csapat. Uh-huh. Tehát verhető. Hát a kapura lövés nem van, volt. Így van, nekünk meg ott volt Belickinek, meg Márkusnak is. Így van. Volt, igen. Egy fejes ugye, igen. Meg a Belicki az... Igen. Ajtóablak. Igen, meg a Márkus. Márkus. Itt. Igen. Szóval... Végső tipp, Árpi. Tipp. Nem tudok más mondani, mint egy 0-1. Tehát 1-0 ide. Köszi. Igen. 5 sárgalapos vagy. Ennyi. Gyuri bácsi is. Ott lenne a helyed a pályán. Hát most mi van?
Hát nyilván ott lenne a helyünk, de igen, megoldják a fiúk helyettünk. Hogy értelked az első félidőt? Én azt mondom, hogy tisztesen helytállunk, nekünk megvan az ígyszerünk. Veszprém mezőnyfölényben van, de a helyzetet nem tudnak kialakítani, úgyhogy szerintem tökéletes a játék. Te hogy értékeled ott a Belickinek azt a gól helyzetet, meg a Márkusét? Hát, Beli most nyilván nagyon szépen megcsinálta a cseh. De még egyet csinált. Hosszan tolt. Igen. Ez már az olyan, hogy egy kis nüanszokon múlik. Igen. Legközelebb meg berúgja. És Márkusnak az a kis ordító helyzete? Most talán fiatalság, vagy rutintalanság? Nem mondanám, nem? Hát most nyilván ez benne van a futballban, mindenki tud hibázni, semmi gond nincs ezzel. Következőt berúgja őre. Egy végső tipp? Egy Norvéd. Köszi. Hogy tetszik az első játékrész? Igen, hát a Dzsemba, amit elmondott, abszolút igaza van, hogy mezőnyfölényben van a kerület, hát sajnos nagyon sok hiányzónk van, Dzsemba is ugye meghatározó játékosok hiányoznak a csapatból, de nyilván az a legjobb 11-ünk, aki éppen a pályán van. Úgyhogy akik most beszálltak a kispadról, hát meg kell mutatni, hogy miért is vannak ők is Bicskén, mit bizonyíthatnak, úgyhogy én azt mondtam a mérkőzés előtt a felállásból, ugye, hogy nagyon sok hiányzók van, hogy ha az első félidőt döntetlennel kihúzzuk, igen, akkor a második félidőben lesz esélyünk megnyerni a mérkőzést. Na, eredmény? Tipp? Ugyanaz, mint a Dzsembának 1-0. 1-0 ide. Úgy legyen. Köszi szépen. 1-0. Ja, 0-1. Csapatunk pedig 24-25-ös szezonban 10 fordulót követően, első 27 ponttal, a második a Veszprém 19 ponttal. Ez a lövés pedig fölé szállt. Egymás ellen a két csapat Bicskei pályán 5 mérkőzéssel van túl, 2 győzelem, 3 vereség, 2-5 a zsókönyvségünk, 6 szerzett pontunk van, Veszprémben pedig e mérkőzéseit mondom, 1 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség, 4-7-es a gólkönyvségünk, 4 szerzett pontunk van. Egymás ellen összességében ez 9 mérkőzés után, 3 Bicskei győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség. Benne nagy a helyezkedés, mindenkinek megvan a párja, Somogy is előre megy fejelni, és ívelődik balabda, húha, nagyon szabadon maradt a hazaiak játékosa. Jövő héten, október 20-án, vasárnap 13 órai kezdett el, hazai pályán a Szombathelyi MÁV haladás VS-ét fogadjuk, 13 órai kezdett el, akik jelenleg 14. helyen állnak, tehát mindenféleképp hazai győzelmet várunk, és soron leadott lövését védte Kemeres Botond. Most átjut a labda Tifánon, és ott egy vetett adva középre, de ez túl erős. Molnár Balázs tette be a labdát középre, és Walter Patrik volt az, aki lemaradt erről a beadásról. 58. percben sárga lapos figyelmeztetésben részesült Ószás Krisztián. Egy jó beadás, és ott a gólhelyzet, és ott a gól! Belicki! Mega van! Belicki jó voltából! Belicki Gergely újabb góljával, kérem, múltkor is rúgott egy gólt, most pedig úgy szintén 58. perc, Belicki Gergő megszerzi csapatunk vezető találatát. Na itt már nem hibázott Geri, mert az első játék részben ugyanilyen hasonló esete volt, csak ott még húzott egyet a labdán, itt már nagyon okosan helyezte be a kifutó kapus mellett a labdát, és ezzel vezetünk 1-0 arányban itt a Veszprém otthonában. Én úgy érzem, hogy tovább folytatódik sikersorozatunk, de még ne kihabáljuk el ilyen gyorsan, mert még több mint fél óra hátra van, az 58. percben vezetést szereztünk Belicki révén. Egy szép támadás után alakult ki ez a gól a Bicskék részéről, úgyhogy jöhet ennek a folytatása, és akkor nézzük a középkezdést. De a mai csúcsrangadóra a belépés ingyenes volt mindenki számára. Na nézzük, mi lesz ebből a hazai szabadrugásból. Bal oldalról végezhetik el a mérkőzés 61. percében, tehát szűk fél óra van hátra a találkozóból. Most a második fél egy kicsit jobb lett, nagyobb lett az iram, főleg, hogy berúgtuk az első gólt. Most egy kicsit a hazaiak próbálnak nagyobb iramot diktálni, rátenni, hogy egyenlítsenek. Na de hát stabil védelmünk egyelőre jól állja a sarat. Két tagú a sorfalunk, Király és Belicki van a sorfalban. Most nézzük a játékvezető. Jelta, de Kispál fülébe sípolt. Egy passzlabda, bekerül kis az a labda, egy lövés, elakad a védelme, és most jöhetünk, kettő az egy, egy az egybe, ott a zicser, óriási zicser, Kispál előtt, és túlvezeti a kapuson, nem vezeti túl, te jó ég! Hát figyelsz,
Óriási volt! Kispál Tamás Ákos egy az egybe vihette rá a kapusra. Mi volt ez, Tamás? Na hát, nem volt semmi baj. Itt egy szép szerelés Tifán Péter részéről. Akár ketten is vihették volna rá a védelemre, de egyedül vállalt a Kispál Tamás, és így ordító nagy helyzetben hibázott, nem tudta túlvezetni Kemenes Botondon a labdát. Na és akkor nézzük Magyar Zsolt szögletét, innen jobbról ívelheti be. Jó csavarodik a labda, ott egy fejes, Volter Patrik részéről, de hát ez nagyon mellé ment. És úgy látom, hogy Király Patrik az, aki elhagyja a játékteret. Sirtko Krisztián állt be a 64. percben. Belic kirányába. Somogyú birkozik egy nagyot, és nagyon erőszakosan szerezte meg a labdát Tömösvári. Tömösvári csavarja be, Varga Bence fejelte ki, Belicki, ajajajaj, ütközött egy nagyot. De nem tudott mit tenni egyébként, mert ha egybe elindítja Sirtko utat, az óriási helyzetbe hozhatta volna játékosunkat. Így azonban nagyon rosszul ütközött, és lekerült a földre Belicki Gergő. Tehát Magyar Zsolt helyett Csepregi Barna állt be a 66. percben. És egy jó indítás, ott van Sirtkót előtt, Sirtkót van gólhelyzetben, Sirtkót Krisztián túlvezeti a kapuson, és belerúgja az elvetődő Görgényi Dávidba a labdát. Ez is egy óriási gólhelyzet volt. No kérem, hát ezeken kell kicsit javítani, mert ha ezeket ki tudjuk használni, akkor már nem egy gól, akkor már több gólos a győzelmünk. A 67. percben járunk, és Sirtko út beállás után helyzetbe került. Méghozzá nem is akármilyen helyzetbe, ott megint, ha első, amikor szembe volt a kapussal, és ott rúgja a labdát, akkor talán nagyobb veszélyt tudott volna okozni. A bajnokság negyedik fordulójában vettük át a tabella vezetését, és azóta tartjuk első helyünket, tehát szögletugásra várunk. Soron Tibor az, aki elvégzi. Jön is ebbe adást, és Kemenes öklözte ki, ott van még. Na, meg tudjuk szerezni? Húha, Tifán Péter birkozott egy nagyot, de a játékvezető úgy ítélt, hogy egy szabálytalankodott Tifán Péter. Valdorf cselezget még, visszafordul, beadja a labdát, ott egy fejes, és ott egy lövés kapu mellé. 11-essel játszó Tömösvári Bálint volt az, aki még szorongatott helyzetben is kapu irányába tudott lőni. Ott egy bejövett labda, ott egy fejes, ajaj, most nagyon veszélyeztetnek a hazaiak. Ez nem rajtunk múlott, csak a fejelő játékoson. Hát bizony. És a játékvezető figyelmezteti Illés Bencét, hogy ne húzza az időt, egy kicsit gyorsabban pörgesse. Tehát 11-essel Tömösvári elhagyta a pályát, 10-essel Volter Patrik, és jött két új, Szabó Kornél Ádba és Major Norbert a Varga Bence. Bence pedig kicsit későn szabadít fel, hoppá, ott így már leséget. Major Norbi lesen tartózkodott. Hát igaz, bosszankodnak a hazai szurkolók, mert ők szerették volna, hogyha nem lenget a partjelző. Soron éveli át, ki a hosszúra, Somogyi fejéről visszajön a labda, Márkus gyűjtheti be, Márkus egyből csavarná be, de túl magas és túl rossz ez a beadás. Jöhetnek a hazaiak, lassan negyed óra maradt hátra a mérkőzésből, és egy ajándék labda Sirtkótnak. Sirtko ott bal a magáit teszi, lövölcse, egy kötény, ott a helyzet, és ott egy lövés, és remek védés a hazai kapus részéről. Mekkorát védett Kemenes Botond. Hát azt, sajnos azt kellett mondanom, hogy remek, mert egy szép védés volt. De ezt vesztem el mondom, mert ugye én azt szerettem volna, hogyha nem véd ilyen remekül a hazai kapuvédője, hogy bemegy, de hát szép, ami szép, mondjuk meg őszintén. Szép volt a lövés is, mert helyezett volt Sirtko Krisztián részéről. Pető Tamása 22-23 első hely, ott egy szabálytalanság, gyorsan el akarják végezni, állítsuk meg őket, fiúk, így van, kell a taktikai fault. És hát igen, Kispál kapott sárgapos figyelmeztetést. Jó labdája Szabolnak, ő ki tovább, Molnár be középre, Szabó beadásába bedobta magát játékosunk. És közben cseréhez készül mindkét csapatot a túloldalon. Tehát Bakos Zsombor jön Molnár Balázs helyére.
Nálunk pedig Belicki helyére Lakatos. A mérkőzés 82. percében jobb oldalról sarokrugás következik. Az egy csapat javára. Csepregi fogja elvégezni. De még a játékvezető engedi, hogy Lakatos elfoglalja a helyét. Ott a 16-oson belül Belicki vastag kísértele cseréjénél. Jön a badás, kicsit hosszú, de még vissza tudják fejelni. És ott van Illés, remekül húzza le a hazai játékos fejéről a labdát. Nagyszerű védés. Ezúttal bal oldalról jár a sarokrugása a hazai csapat javára. Ívelődik balabda, és jön megint Illés Bence. Na kérem, hát ezek azok a bizonyos mozdulatok, amikor kell egy jó kapusnak, kell érezni a labdát, mikor kell kijönni és mikor kell lehúzni. Pont akkor, amikor az ellenfél fejére száll a labda, és akkor kell a legjobb pillanatban nyújtózkodni egy nagyot és lehúzni. A 85. perc végén cserét határozott el újból Csordás Csaba, és bejött a pályára Szontági és Vicc Kevin is. Két fiatal játékosunk ereje teljében. 1-0-ra vezetünk a 88. percben, 2 perc van hátra. Nagyon nagy örömmel mondom ezt, hiszen a második helyzet otthonában is úgy tudjuk hozni ezt a mérkőzést, persze nem kívánom még el, mert nincs vége a találkozónak, hogy egyelőre gólt sem kapunk. Tehát 2 perc a vége előtt kapott gól nélkül állunk ott egy fejes, és elsodorja Vicc Kevin, aki hátrament és szerelt. Nagyszerű volt Kevin. Fisszerű, ügyes, fiatal játékos. A legjobbkor érkezett és szerelt. És tovább támadnak a hazaiak Görgényivelibe, visszafejelt labda, és itt egy újabb felszabadító mozdulat játékosunk részéről. Most fokozódik a hazaiak nyomása, 80, most már 89. percben járunk, egy újabb beívelés, és ott egy fejes, és ott egy védés Illés részéről. De jó ég, megint mekkora helyzet volt a hazaiak előtt. Ez igen Illés, nagyszerű védés. 20-án, tehát jövő héten a Szombathely ellen játszunk hazai pályán. 13 óráig kezdett el egy hosszú kirúgás Illés részéről, és Kemenes rúgja vissza. Óha, itt már helyzetben a hazai támadó, és a partjelző lenged, hogy lesen tartózkodott a kitörő hazaiak játékosa. És szabad dugás kifelé. Hát igen, szabad dugás kifelé. Sárgalpos figyelmeztetésben részesül. Sírka ott kis csámát elrúgta a labdát. Kemenes rúgja előre. Bekerül középre a labda, még tovább tudják gyötörni. Szonták. Óha, ott egy szabálytalanságot látott. Bana Gergely, játékvezető. Na kérem, hát ha ezt túléljük, akkor megvan a győzelem. Még van hát a másfél-két perc. 19 méterre szabadugás következik a hazai csapat javára. Bizony meleg pillanatokat élünk át itt a Veszprémi Városi Stadionban, ahol a bajnokság 11. fordulójában, az NB3 északnyugati csoportjában játszik egymás ellen a második és az első helyezett csapat, a Veszprém és a Vicskei Gárda, ahol jelenleg 1-0 arányban vezetünk. Nézzük! Egy rúgás, és ez a labda Illés Bencéjé, kérem! De jól helyezkedett Illés, pont oda az ölébe, és nem pattan ki róla, ott marad, öli ezeket a szabadrugásokat Bence, remekül védett végig ezzel a mérkőzésen. Az első fél időben még nem volt olyan sok dolga, de most itt a második játékrész utolsó fél órájában azért sok dolga akadt Illés Bencének, a Bicskei kapuvédőjének. Sírkóthoz nem jut el, mert átszállt fölött a labda. Egy hosszú indítás, ez is hosszú a hazai támadónak, mert jött kapujából Illés Bence, és biztosan ölelte magához a labdát. Fantasztikus, örömteli pillanatok a Bicskei szurkoló táborban. A hazaiak pedig szép csendben szemlélik, hogy hogyan ér véget a csúcsrangadó itt az NB3 északnyugati csoportjában a Veszprém és a Bicske csapatai között. Vicc Kevin próbál labdát szerezni, nem tud, mert túl hosszú volt. Ívelődik megint előlabda, Lakatos fölött átfejelik, Varga Bence tovább, Varga is nagyon jól játszott végig, csak úgy, mint a többi játékos, többi Bicske játékos, ott pedig egy nagy szerelés, és ebben a pillanatban Bana Gergely játékvezető véget vet a találkozónak, kérem, Veszprémben nyertünk egy hallatlanul fontos bajnoki mérkőzést. Ezen a szuper rangadón nagy küzdelem volt, nagy játék a Bicskek részéről, és az 58. percben Belicki
Geri találatával, csodálatos góljával megnyertük a mérkőzést 1-0 arányban. Nagyon nagy az öröm a Bicskeiek házatáján. Az biztos, hogy összességében mi jobban használtuk ki a helyzeteinket, több helyzetünk volt, ami 100%-os gólhelyzetet jelentett, és azzal az egy góllal, amit be tudtunk lőni az 58. percben, megnyertük a mérkőzést. Hát remélem ott a túloldalon más semmi balhé nem történik. Én azzal búcsúzom itt kollégám nevében, Döme László operatőr kollégám nevében is, hogy remélem, hogy jól szórakoztak a mai élő adásunkkal, és egy nagyszerű Bicskei győzelmet láthattak, és remélem, hogy lesz ennek még folytatása a jövőben, hiszen én úgy gondolom, hogy a mai közvetítésünkkel tudtunk egy kis örömöt szerezni mindazoknak, akik nem tudtak eljönni Veszprémbe, vagy éppen bármilyen okokból, de a mai mérkőzésre nem tudtak itt jelen lenni, azok otthonról figyelhetik közvetítésünket. És most majd talán a két szurkoló tábor is összecsap, de nem sok értelme van, mert fölösleges szítani a tüzet egymással, és én azt mondom, hogy a szurkolóknak itt kell most a helyzet magaslatán lenni, hogy össze le csapjanak, mert bizony itt is kialakulhat akkor bármi. Én azt mondom, hogy ezt a szurkolói atrocitásokat ne nézzük végig. Azért még várjuk meg a Bicskei csapatot, mert jönnek a közönségükhöz, a szokásukhoz híven megköszönni a mai nap buzdítását, mert bizony a Bicskei szurkolók is mindent megtettek azért, hogy ugye a csapatunk sikeresen hagyja el a játékteret itt a Veszprémi Városi Stadionban. Nem tudom, mi történt ott a túloldalon, ennek semmi jelentősége a mai értékes győzelmünkhöz, és akkor a csapat minden mérkőzésen kimegy a bicskei szurkolókhoz, hogy megköszönje az egész mérkőzésen tartott szurkolásukat, hiszen csak úgy, mint minden mérkőzésen most is, az első perctől az utolsóig buzdították csapatunkat, és ahogy látom, nem is a bicskeiek provokálnak, mert a bicskeiek szurkolnak, hanem a hazaiak részéről van egy pár ember, aki provokálja a bicskei szurkolókat, erre nincs szükség, én úgy érzem. Viszont Émel Vastaps, amikor a Bicskei Tigersek, a Bicskei Tigrisek megköszönik a Bicskei TC felnőtt labdarúgó csapatának az egész 90 perces buzdítást, nagyszerű játékkal, Belicki góljával, tehát nyertünk. Én búcsúzom innen a mikrofon mellől, kellemes tévézést kívánok. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket Döme László barátom, operatőr kollégám nevében is. Nagy Györgyöt hallották Veszprémből. Bence, gratulálok a védéseidhez. Egy fontos rangadót nyertünk meg. Hogyan értéked a mai találkozót? Köszönjük Gyuribe. Nehéz mérkőzés volt, sok hiányzó volt sajnos csapatunkban, de úgy gondolom, akik helyettesítették, azok 100%-osan helyettesítették mindenki. Szerintem 10-esre játszott, szerintem ez egy óriási győzelem volt, főleg így, hogy ennyi hiányzó volt. Tényleg meg kell emelni a csapat előtt a kalapomat, mert nem is nagyon volt védeni valom. Varga Bencét szeretném kiemelni, nagyon helyettesítette a Dzsembát, de az egész csapatnak óriási dicséret, mert ez egy óriási győzelem volt szerintem. Hát azért voltak fontos védésed, mert a szögleteknél azok a beadások azért nagyokat védtél sokszor. Hogy érezted? Igen, a második fél időben volt egy 2-3 beadás, amire hál' Istennek sikerült jól kijönni, és magas játékosok voltak náluk, feljöttek, de hál' Istennek sikerült egy-kettőt lehúzni. Végén volt egy fejesük, ott hál' Istennek középre ment, meg ott a második fél idő elején egy szabadrugás a rövidne, ott hál' Istennek mellé fejelte, de jól zárt a védelem, úgyhogy nagy dicséret mindenkinek. Igen. Bence, mennyire érzed jogosnak a győzelmünket? Az első fél időben el kell ismerni, hogy talán egy kicsi mezőnyfölényük volt, de veszélyesebbek voltunk kapura. Másodikban viszont egyértelműen, hogy jobbak voltunk. Volt három vagy kétszer mentünk a kapusra egy az egybe. Ha az egyiket berúgjuk, ott eldől a mérkőzés, de így is nyertünk 1-0-ra. Mester kedvenc szeretném, úgyhogy mindenki boldog szerintem. Gratulálok még egyszer. Köszönjük. Laci, gratulálok a mérkőzéshez, meg a játékotokhoz, de az eredményhez nem tudok. Hogyan tudnád értékelni ezt az 1-0-ás vereséget? Hát először is gratulálok a Bicskének, mert profi módon hozták le ezt a mérkőzést, ahogy le kell hozni egy rangadót.
Nyilván a mérkőzésen voltak fordulópontok, mert pont ezt mondtam a srácoknak, hogy azért volt helyzet itt is, ott is. Nyilván az első fél időben a Bicske nem talált rajtunk úgy gondolom fogást a mi játékunk, hogy próbáltuk lezárni a területet, a játékrendszert is váltottunk, de egyéni hibáinkban már ott is csúsztunk a védekezésbe, volt lehetősége a Bicskének, hogy nyilván, hogy ők rúgják az első gólt a mérkőzésen, de meg is fordítom, mert hogyha mi rúgjuk a mérkőzés első gólját, nyilván ha nem játszik, akkor másabb lehetett volna ez a történet, de rengeteg egyéni hibával játszottunk, ami nem jellemzett minket mostanában. Szerettük volna itthon tartani a három pontot, de játékminőségben az, amit terveztünk a héten, nekem azért van hiányérzetem, mert az, hogy nem tudom, itthon egy kapura lövéssel próbálkozunk a második fél elején, ott vannak a lehetőségeink, rutinos játékosunk előtt elmegy a végén a labda, nem tud belefejelni a labdába, nem tudom, ezek mit mutatnak ezek a dolgok. Biztos azt, hogy a mai mérkőzésen úgy éreztem, hogy pár játékoson nem nőtt fel a feladathoz. Hát Laci, két vereséget összehoztatok, úgy tudom, a Puskás ellen és a Budaörs ellen. Az is egy fájó vereség itthon, ha jól tudom. Igen, az itthoniak azok, ugye igen. Volt még ott benne a Moson-Magyaróvár is, igen, igen. A történetben, de nyilván fájó vereség, tehát annak a csapatnak, akinek vannak céljai, rangadóból meccseket kell nyerni, tehát az nem lehet, hogy egy csapatot nem versz meg, aki oda akar érni az elejére. Nyilván most lehet azt mondani, hogy azért agyon nem vertek minket, egyik csapat se, tehát egy gólos vereségek, de sajnos ezt amíg nem tudjuk kiküszöbölni ezt a dolgot, hogy kapott gól nélkül lehozzuk a meccset, nyilván múlt héten sikerült, de ezt ebben a rangadóban több volt, ezt mi meg szerettük volna nyerni, hogy faragjunk a hátrányunkból a Bicskével szembe, de ez a mai mérkőzés így alakult, ez ennyire volt elég. Az én egyéni meglátásom az, hogy talán nincs egy gólerős csatárotok, és úgy érzem, hogy Bartusz hiányát is megérzitek, nem? Hát most azon nyilván azért a keretem volt átalakulás, nyilván stábváltás volt itt a történetben, tehát itt nagyon sokan kongatják a vészharangot. Azért látszik szerintem a munkánk ezen a csapaton, de nyilván amit most itt Gyuribán mond, ebbe a Zahán is kiesett ebből a játékrendszerből, Kunberc is távozott innen a csapatból, pont Bartusz hiányát azért 20 fölötti gólszámot minden csapat megérez. Nyilván azok a játékosok, akiket hoztunk esetleg, vagy igazoltunk arra a posztra, azok még egyelőre nem váltották be hozzánk vagy hozzájuk fűzött reményeket, úgyhogy ezzel hadilában állnak, mert azért, hogyha nézzük a dolgainkat, a szélsőink szerzik a góljainkat, középpályások, tehát nekünk azért a végjátékba, amit említettél, egy center mindenféleképpen kellene, vagy kellett volna, hogy itt tudjunk, de még egyszer mondom, itt igazából csapatról beszélünk, tehát az öltöző nagyon-nagyon egyben van, szerintem ez látszott is a pályán, hogy ez a mérkőzés ma így alakult. Egy rossz szavan nem lehet így a csapatra, mert most itt centerezhetünk, nem centerezhetünk, eddig ha úgy nyertük a mérkőzéseket, akik a pályán voltak, ha szélső, akkor szélső, a középpályás játszott azon a poszton, úgyhogy a támadó játékunkat mindenféleképpen javítani kell, meg hát közhely, de nyilván így hogy ilyen gyermetek gólokat kapunk, tehát nekünk meg kell dolgozni minden egyes helyzetért, minden egyes csapat ellen. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon könnyű gólokat ajándékozunk az ellenfélnek. Milyen céljaitok lehetnek ezután? Hát nyilván most azért a Bicskének már tetemes az előnye itt a nem tudom már az ősz folyamán a bajnoki címre, ami nyilván a Bicskének a célja. Szeretnénk ott maradni az első háromba, nyilván jövő héten megyünk Dorogra, ott nyerni szeretnénk, ugyanúgy nem egyszerű történet, úgyhogy még nyilván ez a meccs van most leüllepszik, aztán jövő héttől lelkiismeretesen készülünk a dorogáni mérkőzésre, nyilván győzni szeretnénk, és ott szeretnénk lenni az első háromba. Laci, köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok csapatodnak. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a Bicskének még egyszer. Köszönjük szépen. Csaba, gratulálok ehhez a fontos győzelemhez. Hogyan tudnád értékelni a találkozót? Ugye ez egy ilyen különleges mérkőzés volt több szempontból is, mert nem csak azért, mert rengeteg szurkoló kijött, és azért ez méltán föl volt címerezve ugye az első és a második helyzet csapatnak egy rangadóra. Ugye ezt élőben is lehetett nézni a mérkőzést, úgyhogy elég sok helyre eljutott, hogy én azt gondolom, hogy az NB3-as színvonalat nézve egy rendkívül jó mérkőzés volt, végig egy nagy taktikai csata folyt a pályán, és ami nagyon én azt gondolom, hogy ilyen színes volt a mi részünkről, hogy most nem akarok túlozni, de szerintem egy 500%-os zicsert kiharcoltunk, háromszor vezettük kapusra a labdát, és hát ugye egyre többször adtunk esélyt az ellenfélnek arra, hogy beszorítottak bennünket, hogy a felivált labdák után nekik is megvolt 2-3%-os helyzetük, ugye mindegyik fejes szituáció volt, de mutatta a csapatnak a tartását, hogy itt is helyt álltunk, és én azt gondolom, hogy abszolút megérdemelt volt a három pont. Azért már előbb is lezárhattuk volna a meccset, mert az első fél időben is volt két nagyon nagy lehetőség játékosunk előtt. Hát ha nem, a másikról meg nem beszélve, ott a kontráinkkal több gólt is szerezhettünk volna.
Hát így van, ugye, ami ilyenkor mindig büszkeség egy edzőnek, hogy olyan minőségi futballistáim vannak, és úgy tudnak bánni a labdával, ugye most itt a Belinek a gólja szerintem egy rendkívül jó egyéni megoldás volt, és ugyanez a szituáció volt ugye a mérkőzés legelején is, ahogy oda került, hogyha ott a második labda érintésnél egy picit rövidebb a labda, akkor talán azt is berúgtam volna, de én azt gondolom, hogy ezek a legjobb forgatókönyvek, ezt már milliószor elmondtam, szerintem ez egy gyönyörű eredmény, 1-0-ra tudtunk nyerni, csapat beletett mindent, ami külön ugye szeretném kiemelni, hogy ezért vagyunk erősek, mert rengeteg hiányzónk volt, viszont az összes játékos, akire számíthattam ma, egy az, hogy mindenki játék lehetőséget tudott kapni, a másik meg az, hogy mindenki maximumot hozzátette, és helye volt a pályán, nagyon jó teljesítmény nyújtott. Azért most megint el kell mondanom, hogy tartalékosak voltunk, de nem látszott meg a játékunkon, mert azért egy Gassner, egy Tischler, egy Bozsoki nagyon hiányzott a csapatból. Hát így van, ugye a Molnár Sanyi is hiányzott. Igen. Én azt gondolom, hogy erről beszéltünk, és ezen dolgozunk ugye évek óta, mert mindig azért nehéz elfogadni azt, aki erős karakter, hogy esetleg most kezdő, vagy cserejátékos, vagy éppen mikor mi történik. Én azt gondolom, hogy az élet az nagy rendező, és erre a mai mérkőzésre, hogy így rendezte a dolgokat, ez volt így a legtökéletesebb, mert bebizonyított a csapat, hogy mindenkiben ott volt a bizonyítási vágy, mindenki ott volt a munka része, nagyon akarta a csapat ugye a győzelmet, és ez sikerült is. Jön a Szombathely hétvégén, mi várható ott? Így van. Hazai pályán. Hát egy rendkívül jó csapat, ugye próbálnak futballozni, ja. Ugye a tabella az nem ezt mutatja, de ugye tavaly is a Békhajrában, a bajnokságnál ugye elloptak tőlünk 2 pontot, ők mindent megtettek azért, hogy megkeserítsék a helyzetünket. Én azt gondolom, amiről már régóta beszélünk, hogy otthoni környezetben nekünk az ilyen mérkőzéseken méltónak kell lenni ahhoz a szituációhoz, hogy mi vagyunk az esélyesek, úgyhogy így is fogjunk készülni. Megnyerjük otthon a mérkőzést, akkor nagyon boldog leszek. Gratulálok még egyszer a győzelmünk, ez nagyszerű meccs volt. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert csapatunknak. Köszönjük szépen. Geri, gratulálok a gólodhoz. Hogy elmész vissza, hogy született az a gól? Ismételten Jonas Brothers barátomtól kaptam egy beadást. Szerencsére el tudtam venni jól a labdát, egyből a kapu felé fordulva, és el tudtam picinteni a kapus mellett. Nagyszerű gól volt. Visszaemlékszel az első fél időről, amikor volt egy hasonló helyzeted? Igen. Ott mi volt a oka, hogy nem ment be? Ott a Király Patriktól kaptam egy nagyszerű labdát, már fölvettük pár másodperccel előtte a szemkontaktust. Igen. Kiváló labdát kaptam tőle, ott sikerült befordulnom a védő mellett, és hezitáltam, megmondom őszintén, hogy egyből elrúgjam a hosszút, meg lopni akartam a távolságon, kicsit is így kicsit hosszabban toltam meg a labdát, és már a kaput lezárta. Összességében hogy értékeled a meccset? Úgy értékelem, hogy szerintem hasznosan játszott az egész csapat, tudtuk, hogy mit szeretnénk, hogy miért jöttünk, és minden számításunk alapján sikerült is behozni a 3 pontot. Geri, ez a győzelem akár nagyobb is lehetett volna, hogyha a helyzeteinket jobban kihasználjuk. Így van, lehetett volna több is, de nem akarunk tehetetlenek lenni. Ugyanúgy örülünk ennek az 1-0-ás sikernek, mint hogyha 5-0 lett volna. Így van. Gratulálok még egyszer a gólodhoz és a győzelemhez, és további sok sikert csapatunknak. Köszönjük szépen. Köszönjük.